Sziasztok! Most egy rendhagyó helyszínről jelentkezem. Az egész család zsizseg-bizseg, nem volt időm videózni délelőtt, úgyhogy a gyerekszobából szeretnék egy videót felvenni nektek. Tartsatok velem! Most konkrétan a kamera állvány, ez egy ilyen rumikubos és ilyen lottikarottis társasjátéknak a dobozának a tetején van, és ilyeneket is találtam itt, ilyen csapókat, amit most még nem találtam ki, hogy kell-e használjak, meg ilyet is találtam. Úgyhogy egy csomó érdekes dolog van itt. Hát lehet, hogy még elgondolkodom rajta, hogy majd a következő videókban valamit felhasználok, de egyelőre most ennél izgalmasabb dologról szeretnék beszélni, illetve egy kicsit ilyen lelki témáról, ami én szerintem mindannyiunkat érint, akik belevágnak a diétába, vagy életmódváltásba, és hát, ha egy kicsit segít ez a videó átlendülni nektek a nehézségeken, illetve valahogy úgy felfogni ezt az egész diéta dolgot, mint kitüntetés, nem mint büntetés. Onnan jött ennek a videónak az ötlete, hogy Dórival cseteltünk, és ő mondta, hogy hát, hogy egy kicsit így leállt így a diétával, mert hogy annyi minden összejött, és hogy most valaki jön. Mi az? Menjél, csak ennyi, hagyjatok most egy kicsit. Jó. Lehet, hogy kulcsra kellett volna zárnom az ajtót, de nem, mert nincs a gyerekszoba ajtaján kulcs. Na mindegy. Szóval, hogy annyi minden összejött, és hogy igazából így úgy érezte, hogy összecsapnak a hullámok a feje fölött, és ugye a családjával is mindenféle gondok voltak, meg a munkahelyén egy csomó változás, és hogy ő tökre úgy érezte, hogy most aztán nincs ereje ehhez a diétához, és hogy ez már csak egy ilyen plusz teher, vagy egy ilyen plusz kihívás, vagy kínlódás, amit folytatni kell. Azt szeretném veletek megosztani, hogy igazából nekem is egy csomószor volt olyan, ugye én másfél éven keresztül csináltam ezt a diétát, és egy csomószor volt olyan érzésem, hogy ez a diéta egy ilyen plusz teher, hogy ez egy ilyen plusz szenvedés, hogy igazából ez csak egy ilyen plusz kínlódás az életünkben, stb. Na most, hát el kell dönteni, hogy ugye akkor vagy csináljuk, és akkor csináljuk rendesen, vagy pedig akkor az első nehézségnél, vagy a sokadik, vagy a nagyobb nehézségeknél fogjuk, és akkor a diétát feladjuk, és akkor tök jó, hogy van rá indokunk, meg van rá okunk, meg van felmentésünk arra, hogy akkor inkább ne is csináljuk tovább, mert egyébként is most mi megérdemeljük, hogy nyalogassuk a sebeinket, és egy kicsit így szenvedjünk. Na most én arra jöttem rá, hogy meg kell egy kicsit így fordítani ezt az egész gondolkodást, hogy úgy kell gondolni a diétára, hogy ez az egyetlen biztos pont az életünkben, amikor minden más káosznak tűnik, amikor valami betegség van a családban, vagy valami munkahelyi problémánk van, vagy bármilyen egyébként az életünkben fellépő probléma jön, vagy akár több is egyszerre, akkor arra kell gondolni, hogy ez a diéta, ez igazából egy ilyen pozitív dolog az életünkben, ami egy stabilitást ad, ami egy állandóságot ad, ami ha minden változik, és minden káosz, és semminek se tudjuk, hogy mi lesz a vége, a diétánk, vagy az az életmódváltásunk, amiben belevágtunk, ez az a biztos pont az életünkben, amiben most ebben a káoszos időszakban kapaszkodhatunk. Szóval amikor olyan problémák vannak, amik tényleg így a családot érintik, a munkahelyet érintik, vagy a párkapcsolatot érintik, vagy bármi olyan káoszos dolog van az életünkben, ami ilyen bizonytalan, meg nehézséget okoz, akkor gondoljunk úgy a diétára, vagy gondoljunk úgy abba az életmódváltásban, amiben belevágtunk, hogy ennek tutira jó lesz a vége, mert ezt magunkért csináljuk, el van építve, tehát biztos, hogy jó kimenete lesz, ez egy biztos pont az életünkben, itt megvan adva, hogy mit tegyünk, megvan adva, hogy mikor együk, megvan adva, hogy mennyit tegyünk, tehát ez az a dolog, amiben nem jöhet káosz, mert ez az a biztos pont az életünkben, amit tudjuk, hogy ha végigcsinálunk, akkor sikerélményünk lesz. Szóval én azt javaslom, vagy én is azt csinálom, hogy a diétára, vagy az életünkben, módváltásra, ne úgy gondoljunk, mint egy plusz nehézség, vagy egy plusz ellenség éppen az életünkben, vagy egy plusz negatív dolog, ami ennek is meg kell felelni, hanem gondoljunk rá úgy,
hogy ez egy állandó, stabil dolog, a diéta a barátunk, az életmódváltás a barátunk, ha ez az a biztos pont, amin hogyha végigmegyünk, vagy ez az a biztos folyamat, amin hogyha végigmegyünk, és tovább csináljuk, és kitartunk mellette, akkor bár minden más káoszos lehet, hogy bármi zűr jöhet az űrben, a diéta legyen a barátunk, és legyen az a biztos pont, amiben kapaszkodhatunk. Tehát, hogy nem ellenség, hanem biztonság legyen az, hogy mi most belevágtunk abba a diétába. Úgyhogy próbáljátok magatokat meggyőzni azzal, hogy nem rögtön kifogást keresünk, hogy miért nem tudjuk csinálni, hanem így kicsit ezt a gondolatot meg kell fordítani az agyunkban, hogy mi az, amiért tök jó ezt csinálni. Hogyha belegondolsz, hogy úristen, hogyha ezt most tovább csinálom, akkor nem fogom utálni magam, és nem lesz a napom még rosszabb, mert most megint jó bezabáltam, nem lesz az, hogy akkor jaj, most ma se tudtam megcsinálni, meg ma se mozogtam, meg ma is szarul lettem. Ugye, ha nem csinálod, akkor ezek a plusz lelki problémák, vagy plusz lelkiismeret furdalás, ez még rájön arra a hegyre, ami egyébként éppen az életedben zajlik. Tehát gondolj erre úgy, hogy minden más most éppen nehéz, minden mással meg kell küzdenem, minden más bizonytalan az életemben, de ez az, amitől én most jobban fogom érezni magam, ez az, amit, hogyha végigcsinálok, akkor megváltozik az életem, akkor nem fogok bujkálni a fotózásnál, nem fogom rosszul érezni magam az üzletben, amikor semmi nem jön rám, nem fog reggel szorítani a nadrág. És minden nap van valami pici visszajelzés. Hát képzeljétek el, hogy ma reggel, ma vendégségbe mentünk egyébként, hát sajnos kicsit bűnöztem, mert nem tudtam ellenállni egy gyöngyi bablevesének, meg egy kis aranygaluskának sem, na mindegy. Ezt csak úgy zárójelben megjegyzem, oldozzatok fel. Szóval, hogy vendégségbe mentünk, és előkaptam a téli farmeremet a szekrényből, és akkor oké, hát följött, persze följött, és akkor akartam hozzá egy övet venni, hogy betűrjem a blúzt, ami rajtam volt, és képzeljétek el, hogy az a visszajelzés, amit a jó Isten akkor éppen adott nekem, hogy azt az övet nem tudtam fölvenni, mert akár mennyire szorosra húztam, már nem volt luk az övben, tehát sajnos már a bővebb lukba kellett volna betennem az öv csatját, ami meg már tök bő volt, tehát itt lógott a hasamon az öv. Tehát, hogy ezek az apró, úgyhogy föl se vettem a végén, hanem kívülre hagytam a blúzt, tehát, hogy ezek az apró pici visszajelzések, hogy az övön egy új lukat kell fúrni, mert szorosabbra tudod húzni, hogy följön az a ruha, hogy visszamosolyognak az emberek, hogy jól érzed magad a bőrödben, az, hogyha ma se zabáltál, vagy betartottad a diétádat, akkor ezt egy olyan pozitív dolognak kell megélni, hogy ez adjon erőt, amikor minden más káoszos az életünkben. Át kell fordítani a gondolatunkat úgy jó irányba, pozitív irányba, és az életmódváltás az legyen egy kitüntetés, ne pedig egy büntetés. Remélem, hogy egyetértetek velem, és ha káosz van az életetekben, akkor az életmódváltás vagy a diéta az ad egy kis biztos támpontot, úgyhogy haladjatok tovább az úton, vagy ha még nem indultatok el, akkor kezdjétek el, mert én szerintem nagyon megéri, és nem győzöm minden videóban elmondani, hogy ha nekem sikerült a 40 akárhány kilót leadnom, akkor biztos vagyok benne, hogy ti is meg tudjátok csinálni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, gyertek legközelebb is, sziasztok!